Nem meglepő módon nagyon sokat beszélünk az inflációs adatokról, viszont általában csak egy-két éves távlatban beszélünk ezekről Magyarországot és az Uniót tekintve, úgyhogy ilyen szempontból nagyon hiánypótló a GKI-nek egy teljesen friss elemzése, ami ma látott napvilágot, és mi is nagyon frissek vagyunk, mert már itt is van nálunk a GKI vezérigazgatója, és vele fogjuk ezeket az adatokat elemezni, amelyből most azt emeltük ki, ami talán a legérdekesebb, egy igen átfogó visszatekintés, amit itt láthatnak is mellettem, 2010-től 2023 januárjáig láthatjuk itt azt, hogy hogyan alakultak a hazai inflációs adatok, az uniós adatok és azon belül az euróövezeti adatok, és ami itt nagyon szembetűnő, hogy még volt olyan időszak, amikor Magyarországon az inflációs adatok egy picit jobbak is voltak, mint az unión belül, mondjuk ez a 2010-es évek elején volt így mondjuk 12-ig, és aztán szembetűnő, hogy 17-től kezdve, amikor ugye Magyarországon a kormányzati kommunikáció szerint élénk gazdaságélénkítésbe kezdtek, és utána megpróbáltuk minden erőnkkel letörni az inflációt, hát az adatok magukért beszélnek, hogy hogy sikerült, ugye úgy, hogy egyre inkább elszakadt Magyarország az uniós és az euróvezeti inflációs adatoktól, tehát hogy minél inkább a kormány olyan a lépéseket tett, amivel az ő kommunikációja szerint a háborús inflációt próbálta leszorítani, például az ástopok rendszerével, ez annál kevésbé sikerült, na, hogy miért nem sikerült, erről fogunk többek között a GKI vezérigazgatójával, Molnár Lászlóval beszélgetni. Jó reggelt kívánok! Amikor egy ilyen hosszabb visszatekintést készítettek, annak mi volt az oka, milyen hátsó indokokra voltak kíváncsiak? Leginkább arra, hogy a kormányzati kommunikációban bejelentett brüsszeli szankciók, háborús infláció, annak milyen valós alapja van. Uh-huh. Ugye az látszott már rövid távú adatokból is, hogy a magyar infláció olyan mértékben szakadt el a nyugat-európaitól, ahol szintén van háborús infláció, hogyha ezt háborús inflációnak tekintjük, hogy fölmerült a kérdés, hogy ez vajon csak ilyen egyszeri elugrás, tehát mondjuk a választási élénkítésnek a visszahatásaként bevezetett különadók következménye, vagy ez egy hosszabb távú folyamat? Ennek az ollónak a szétnyílása, amit itt láthatunk, ez meddig tolerálható? Mert hogy ugye ebből nagyon, nagyon szépen látszik tényleg, hogy messze ez a folyamat korábban indult, mint ahogy a háború ugye a 2022. februárjában. Ez így van, tehát ugye azt kell látni, hogy van egy ilyen ökölszabály, miszerint ha valamelyik országban tartósan 3% fölött van az infláció, akkor ott valami tenni kellene, hiszen ez a 0,3% az, ami megfelel a gazdaság igényeinek. Ugye az, hogy nulla legyen az infláció, az nem jó. Azért nem jó, mert olyan surlódások vannak a gazdaságban, amelyet pont ez a 0,3%-os infláció kivéd. Uh-huh. Az se jó, hogyha 3% fölött van, mert akkor az emberek ráállnak arra az elgondolásra, hogy jövőre még rosszabb lesz. És minél inkább arra számítanak, hogy később az inflációs szint még magasabb lesz, annál inkább szeretnék ma a bérekben ezt érvényesíteni. Tehát beindul az árbér spirál, amitől ugye nagyon sokan tartottak Magyarország esetében is, hogy a dolgozók azt látják, hogy évről évre, vagy hónapról hónapra egyre kevesebbet ér a pénzük, tehát megpróbálnak a munkahelyeken kiharcolni magasabb béremelést. A magasabb béremelés magasabb költségszintet jelent, a magasabb költségszint pedig magasabb árakat jelent, tehát előbb-utóbb ez spirálba kerül, tehát egyik a másikat kezdi el egyre jobban fűteni. Jó, és akkor minek tudható be, hogy ez a különbség az euróövezet és az unió inflációs adata és Magyarország között már 2018-tól kezdve elkezdett nőni? Mert ugye ott még messze nem volt árstopp, még messze nem volt háború, és ott még az energiárak növekedésével sem kellett számolni. Így van, az erőltetett növekedésnek mindig ez a hozadéka. Tehát ha egy gazdaság az erőforrásain túlmenően akar növekedni, akkor az majdnem minden esetben az infláció fölpörgésével járt a világon mindenütt, tehát ez nem egy magyar sajátosság. Mi történt 2017-ben, ha visszagondolunk? Az EU-s programokat meghirdették 100%-os előleggel, tehát magyarul bárki, aki megnyerte a pályázatot, azonnal elkezdhette a pályázatot, nem kellett bankhoz rohannia, nem kellett hitelt fölvennie, nem kellett csak a saját erőre támaszkodni, hiszen az volt a cél, emlékezünk rá, hogy minél hamarabb lehívni az EU-s forrásokat, hiszen a 100% előleg van, akkor jönnek a számlákat kiküldjük Brüsszelbe, Brüsszel fizet, tehát magyarul egy önfenntartó rendszert lehet létrehozni. Ugyanekkor beindultak az állam egyéb intézkedései, például a csok, a falusi csok, meg a normál csok, ami pont ebben az időben kezdett a lakásépítésekben megjelenni.
aminek meg az lett a következménye, hogy az építőipar túlterhelté vált. Hát láttuk, hogy onnantól kezdve kell hirtelen szakmunkás hiány lett az építőiparban, sőt már segédmunkás hiány lett. Hirtelen kellett nagy tömegű embert bevonni az építőiparban, ezért az építőipari bérek elkezdtek eszeveszetten fölmenni. Hirtelen elkezdett drágulni az összes építőanyag, amit az építőipar felhasznált, meg is nőtt az építőanyag import. Ennek az lett a következménye, hogy nem csak az építőipar önmagában drágult meg, tehát az állami építkezések vagy a lakásépítések, hanem például a lakásfelújítás is megdrágult. Ugye a lakásfelújítás például már benne van az a fogyasztói inflációban. És akkor ezen tényezőkre rakódtak rá azok a krízis helyzetek, amikkel szembesültünk az elmúlt években? Erre rakódott rá az a kormányzati politika, amelynek a lényeg a kiszorítás. Tehát, hogy megpróbáljuk adókkal és egyéb rendelkezésekkel, például a kiskereskedelemben a multikat kiszorítani, a bankszektorban kiszorítani a külföldieket, és így tovább. Ennek ugyanis az a következménye, hogy minden ilyen adóteher növekedés, már pedig ezek mind adóterhek, az érdekelt szereplőknél áremelést vált ki, hiszen ezeket a költségeket valahogy vissza kell hozni. Tehát az egyik oldalon volt egy túlfűtött gazdasági szektor, például az építőipar, de más ágazatok is érintettek voltak, a másik oldalon meg volt egy kifosztásra ítélt szektor, például a kereskedelem, de a telekommunikációt is ide sorolhatjuk, ahol a külön adókkal, például a vezetékadó, nem tudom, még talán tetszik emlékezni rá, ahol csak azért, mert van egy távközlési vezeték, azért külön fizetni kell, ahelyett, hogy örülnénk, hogy van. Nagyon rövid időnk van hátra, pedig jó. Nagyon érdekes ez az elemzés, de mondjuk a következő egy-két évre mit mond el, például a jövő évi adócsomag, amiben ugye megint van jövedéki adóemelés, és van kiskereskedelmi adóemelés, és mit mond el az, hogy a gazdaságfejlesztési miniszter azt mondta, hogy szerint emelni kellene ezt a bizonyos 3%-os inflációs célt, mert hogyha vissza is térünk majd az egyszámjegyű inflációhoz, ez a 3% közeljövőben, középtávon nem lesz tartható. Ez mennyire jó üzenet, vagy mennyire reális üzenet inkább? Reálisnak reális. Tehát, hogyha a kormányzat továbbra is a gazdasági élet szereplőinek kifosztására törekszik, ez a adózással, ez nyilván látható. Ők ugye ezt nem így hívják azért, hanem szolidaritásnak hívják, és családvédelmi költségvetésnek, és védelmi költségvetésnek, hát, hogy minek kell a pénz. Minek hívjuk, az végülis egy... Az a kérdés, hogy ugye nem hívjuk oktatási vagy felzárkózási költségvetésnek, hiszen az oktatás alig kap pénzt, az egészségügyben meg még nominálisan is csökkennek a források. Én azt gondolom, hogy ez mindenre jó, de arra biztos nem, amit mondják. Tehát a családoknál pont az infláció az, ami a családok túlnyomó részét, főleg a többgyermekes családokat rendkívüli mértékben sújtja, hiszen ott sokkal nagyobb az élelmiszer aránya és az egyéb olyan szolgáltatások aránya. Ezzel az adócsomaggal érdemben lehet majd csökkenteni az inflációt? Az adócsomagnak nincs köze az inflációhoz, sőt, inkább az infláció csökkenésének ütemét mérsékli tovább. Tehát ahelyett, hogy gyorsan lemenne az infláció ebbe a 3% környéki szintre, ehelyett inkább egy ilyen 5-6% körüli szintre fog megmaradni. Köszönjük szépen. Köszönöm.